tart a levél és pengeváltás a magyar kormány és az Európai Bizottság között. Utóbbi, február utolsó napján adott ki egy a kabinet plakátkampányára reagáló közleményt, amelyben cáfolják, hogy be akarnák vezetni a kötelező betelepítési kvótát, azt, hogy gyengíteni akarnák a határvédelmet, vagy azt, hogy úgynevezett migráns vízummal könnyítenék a bevándorlást. A magyar kabinet erre válaszul egy 8 oldalas dokumentumot küldött a bizottságnak, ebben korábbi nyilatkozatokat, nyilvános állásfoglalásokat és szavazási jegyzőkönyveket vesznek sorra, hogy így bizonyítsák a plakátokon olvasható állítások igazságtartalmát. Ez a Szemtől Szembe hétfőn Somorjai Balázs vagyok. Közben az Unió napról napra közelebb kerül az európai parlamenti választáshoz. Mához 12 hétre már az eredmények is ismertek lesznek. Az pedig borítékolható, hogy a hátralévő kevesebb mint 3 hónapban nem fognak csitulni az ellentétek. Ha úgy tetszik, valószínűleg a mostaninál is jobban felpörög majd a kampány, lévén, hogy mindkét fél sorsdöntőnek tekinti a voksolást. Mai vendégeink Deák Dániel politológus, jó napot kívánok, és Georg Spötle, a Nézőpont Intézet elemzője, biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az az érzésem, hogy alapvetően fogalomértelmezési különbségek vannak a felek között. Odáig egyetértenek, hogy meg kell állítani az illegális migrációt. Aztán itt elválik a két iskola. Az egyik azt mondja, hogy mindenkit ellenőrizni kell, aki be akar jönni, és csak azokat beengedni, akik erre jogosultak. A másik iskola meg azt mondja, hogy legális bevándorlási vagy migrációs útvonalat kell teremteni. Tulajdonképpen a kettő akár állhatna is átfedésben egymással, de hogyha ilyen éles a vita a kettő között, akkor nem. Hol van az eltérés? Hát igazából átfedésben én mondjuk mint biztonságpolitikai szempontból ezt, ha megnézem, annyira nem állhat, mert igazából hogy tudjuk ellenőrizni az emberek nagy részét, aki állít valamit, ugye, hogy egy háborús övezetből jön, hogy őt üldözték mondjuk nem identitása miatt, vallása miatt. Tudjuk például, hogy nagyon sok iráni megtanul egy pár mondatot a Bibliából, azt idéz, és azt mondja, hogy azért menekült, mert ő keresztény. Tehát igazából nem tudjuk ezeket az állításokat se 100%-ban bizonyítani, azt sem, ha valaki mondjuk Szíriából, Irakból jön, hogy nem az iszlám államnak volt a katonája, és csak azt állítja, hogy onnan menekül. Tudjuk például Németországban is többen visszajutottak így, menekült státusz kapva, ugye, hogy azt mondták, őket elüldözte az iszlám állam, és utólag derült csak, hogy az iszlám állam katonái vagy direkt küldték őt, ugye, mint tudjuk például az Ansbachi robbantónál volt ilyen eset. Az, hogy legalizálni akarják a migrációt, az igazából azt jelenti ugye Soros nyelven, vagy Juncker nyelven, hogy igazából mindenkit beengedünk, ha más nem ugye a már decemberben megszavazott humanitárius vízummal, vagy migráns vízummal más néven, és majd itt eldöntjük, de a németek még ennél is tovább mentek, ugye, hogy még legálisabb legyen a dolog, hát ha kiderülne, hogy mégsem jogosult ugye mondjuk védettségre, vagy pedig politikai menedékjogra, akkor kapjon egy úgynevezett munka vagy tanuló vízumot, és valahogy duális képzéssel, vagy valahogy megpróbáljuk őt integrálni. Ez volna a fő különbség? Mindenki vagy szűrten? Politikai szempontból annak, hogy ki milyen fogalmat használ, nagyon nagy jelentősége van. A nyugat-európai politikusok ugye határmenedzsmentről beszélnek, és fontosan próbálnak árnyaltabban fogalmazni migráció tekintetében. Ez azért van, mert a többségük ugye bevándorláspárt álláspontot képvisel. Ugye erről szól most a kormánynak és Brüsszelnek a vitája ugye a tájékoztató kampány kapcsán. Ott is ugye Brüsszel tagadja azokat a saját korábbi nyilatkozatait, amelyben kötelező kvótáról beszélnek, amelyben arról beszélnek, hogy a bevándorlás jó, tehát ezeket próbálják leplezni, tagadni, más fogalmakat, más nyelvezetet használni azért, hogy most az európai parlamenti választási kampányban az a negatív, Nyugat-Európában is utasított álláspont, amelyet ők képviselnek, az ne legyen annyira egyértelmű, hanem inkább mondjuk, ahogy mi 2016-os kvótareferendum során is láthattuk a kampányban, azt mondják, hogy nincsen kvóta, ők is akarnak ugye határvédelmet, ők sem akarják a bevándorlókat beengedni, de amikor politikai cselekvésről van szó, amikor arról van szó, hogy javaslatokat kell letenni az asztalra, a javaslatokat majd el kell fogadni és meg kell tárgyalni, akkor kibújik a szők a zsákból, és egyértelművé válik, hogy valójában ők a migrációt támogatni akarják, legalizálni akarják, és azt akarják, hogy Európának a gazdasági és demográfiai problémáit bevándorlásra orvosolják. Közben szúrottam, hogy nagyon jó, amit Dani mondott, és pont ez alátámasztja a Manfred Weberrel készített interjú, ami a mai Spiegelben jelent meg, tehát nyomtatott és online verzióba is, hogy igazából úgy kezdődik az interjú, mintha Orbán Viktor beszélt volna. Megkérdezte, hogy az újságról mit jelent önnek a haza, az a hely, ahol szívesen élek és ahol biztonságban vagyok. Tehát amit mi szeretnénk itt elérni Magyarországon, de utána meg szembe ment igazából a magyar politikával, különösképpen élesen támadta Orbán Viktort, ugye a határvédelem és a migráció elutasítása miatt. Tehát
tehát valóban elindult a kampány, ő megpróbál kicsit hazabeszélni, ugye legfőképp a bajoroknak, hiszen egy CSU-s politikusról van szó, meg ugye amblokk ugye a német lakosságnak, de másrészt pedig igyekszik valahol megfelelni ennek a polkorek liberális rétegnek is, akik a néppárton belül találunk. Tehát ez a probléma, nem merünk semmit nevén nevezni, tehát igazából mindent így elmismásolni, megpróbálni lenyomni a választóknak a torkán azzal, hogy nem mondjuk ki az igazat, és valóban azt látjuk, eltelt 4 év, nincs határvédelem ugye a migrációs hullám óta, mindig csak arról beszélnek, hogy kellene egy közös európai megoldás, de még körvonal is sincsenek, tehát még halványan sincs meg, hogy mi lenne ez a megoldás. Ha már Spöttler szóba hozta Manfred Webert, a Fidesz az Európai Néppártban érő kritikák május végéig tartanak, vagy majd ez az eredményektől függ? Ja, Orbán Viktor már köcsén össze is beszélt arról, hogy a legfontosabb cél a Fidesz-KDNP számára az, hogy az Európai Néppárton belüli komoly változást érjen el. Erről szólnak a mostani viták, erről szólnak a mostani csatározások, hiszen az Európai Néppártnak van a liberális szárnya, akik lényegében már nem is nevezhetőek jobboldali nemzeti keresztény politikusnak, hanem sokkal inkább liberális politikusnak nevezhetőek. Hát elég csak Jean-Claude Junckerre gondolni, az ő megnyilvánulásai, az ő beszédei, az ő álláspontjai világossá teszik, hogy ő már teljes mértékben eltávolodott azoktól a politikai értékektől, amelyet mondjuk a jobb középkorában képviselt, mint Nyugat-Európában is. Tehát ez egy sorskérdés lesz, hogy május 26-án az európai parlamenti választáson sikerül-e megreformálni az Európai Néppártot. Hogyha ez nem fog sikerülni, és továbbra is ez a liberális szárny ilyen erős marad, akkor az Európai Néppárt uniós szinten ugyanarra a sorsra fog jutni, mint amire a CDU jutott Németországban, történelmi mélypont, szétesés, teljes mértékben az elvek feladása, és ez előbb-utóbb a populistáknak csúfolt jobboldali formációknak az erősítését fogja eredményezni Európa szerte, tehát most jelen pillanatban láthatjuk, hogy az Európai Néppártban zajlik a legnagyobb vita, és május 26-án a mostani mandátum becslések alapján minden esély megvan arra, hogy a Fidesz-KDNP-nek az álláspontja, az, amit Magyarország képvisel, az többségbe kerüljön a néppártban. Kicsit elkanyarodunk az alapvető témától, de akkor maradjunk még egy pár mondat erejéig ennél a kérdéskörnél. Az, hogy a néppárt az előrejelzés szerint többséget fog szerezni, vagy az övé lesz a legnagyobb frakció, pontosabban így a pontos megfogalmazás, az nem azt jelenti, hogy a bevándorlással szemben kritikus erők lesznek többségben. És ez hosszú távon kihatással lehet a néppárt sorsára, és valamit kezdenie kell az Európai Parlamentnek, meg egyébként magának ennek az Európai Unióval szemben kritikus képviselők csoportjának magával, valahova csapódniuk kell. Ez fontos, hogy a széljárás az mindenképpen meg fogja változni az Európai Parlamentben, tehát sokkal dominánsabbak lesznek a bevándorlással szemben kritikus, vagy bevándorlás ellenes politikai formációk, tehát mindenképpen az Európai Néppártnak is teljesen más politikák kell folytatnia, mint amit jelen pillanatban láthatunk. Manfred Webernek is teljesen más retorikát kell majd alkalmaznia, hogyha azt akarja, hogy az EP választás követően, amikor ugye nagy valószínűség a néppárt lesz a legnagyobb frakció, fennmaradjon ezeknek a pártoknak a támogatottsága, és ne legyen egy összeomlás, és ugye a koalíció kötések lesznek majd a sorsdöntő kérdések, hogy mondjuk az Európai Néppárt továbbra is a balliberálisokkal, a zöldekkel akar egyezkedni, vagy nyite a bevándorlás ellenes politikai formációk irányába. Tehát még az EP választás után újabb viták fogják majd uralni az Európai Néppártot, akkor, amikor a koalíciókötésekről lesz majd szó. Igen, érdekes, tehát én, Dani nagyon derülátó, tehát kívánom, hogy így legyen, ahogy mondtad, jól hangzik, de azért kicsit bennem van azért félelem is, hogy a választók, ugye, tehát a polgárok, akik elmennek szavazni, és az, hogy mondjuk Merkelt megválasztották honfitársaim még egy alkalommal, a 2015-ös disaster, tehát ezután a menekült hullám után, ami igazából akár Európa végét is jelentheti, sőt szerintem Németország végét mindenképpen. Azt mondom, hogy azért bennem vannak kétségek, és én úgy látom, hogy égető szüksége lenne a néppártnak a Fideszre, és erre kicsit keményebb magyar politikai vonalra, mert megmutatjuk még, hogy hol vannak az értékrendek. Ugye a néppárt arra jött létre igazából, tehát az a bázis, az a karaktere, egy keresztény, konzervatív értékeken nyugvó párt, ami igazából a középosztálybeli embereknek
mint mondjuk mi is, akik itt ülünk, tehát így az irányvonalat adja a politikában. Akik ugye azt mondják, hogy bevándorlás oké, aki valóban jogosult rá, vagy akinek megvan a megfelelő képessége, de nem emberek millióit beengedni mindenféle biztonsági ellenőrzés nélkül, meg mindenféle iskolázottság nélkül, hiszen akkor életünk végé a mi adócentjénkből fogjuk az új szociális segélyüket fizetni. Tehát én itt látom azért egy kicsit azt, hogy van veszély, hogy marad ez a mostani status quo. Ez megint egy értékfilozófiai vita, amely egyébként az Európai Néppárton belül is zajlik, hogy ki képviseli igazából a konzervatív és a keresztény útvonalat, ezt majd ők eldöntik. Térjünk vissza az eredeti témánkhoz. A legális csatornák kialakítása az automatikusan az érkezők számának megnövekedésével jár? Értelemszerűen, tehát hogyha ezt a migránsvízumot ugye valóban elkezdik kiadni az Európai Unió tagállamainak a konzulátusain vagy nagykövetségein, értelemszerűen többen fognak jönni. Olyanok is, akik még nem is gondoltak arra, hogy jöjjenek, hiszen akkor azt mondják, hogy ja, hát majd eldöntik valamikor, ugye is tudják, hogy igazából nem nagyon küldenek haza senkit, tehát a kitoloncolások azok minimális szinten állnak, és ezek az emberek el fognak indulni, és ugye ki tudja, hogy addig még újabb konfliktusok nem lesznek, ugye az elnézést, az iszlám állam áttevődött újra Irakba. Onnan elindulhat menekült hullám. Ugye Algériában probléma van a választások előtt, ugye 82 éves Abdelaziz Bouteflika újra akarja magát jelöltetni elnökként. Tízezrek vannak az utcákon, német diplomaták szint 70 ezeren tüntettek a hétvégén a fővárosban. Ha ott kialakul egy polgárháborús helyzet, ami sajnos még a belügyminiszterük szerint is benne van, akkor akár milliók indulhatnak el onnan is. Tehát igazából nagyon sürgősen szükség lenne egy komoly határvédelemre, különösen a földközi-tengeri vonalon. Különben tényleg eszkalálódhat a helyzet, és ha még bevezetik ezt a humanitárius vízumot, akkor valóban tanulatlan afrikaiak milliói fognak eljönni Európába egy jobb élet reményében. Erre mondja azt az Európai Bizottság, hogy ők erősíteni akarják a határvédelmet. Hát csak ezt tettebben ne nyilvánul meg, tehát ugye a kormánynak a tájékoztató kampánya is erről szól, hogy a Frontexet akarják felduzzasztani, tehát bürokratákat akarnak sok irodába betenni, és ők ezt nevezik ugye a határvédelem erősítésének, de ezt tettekben nem nyilvánul meg. Egyszerűen csak akkor láttunk tényleg határvédelmet, amikor a nemzetállamok kezdtek el intézkedni, légy csak Olaszországra gondolni, ott Brüsszel nem tett semmit, fontosan jöttek 10 000-ével az illegális bevándorlók. Kellett egy kormányváltás, kellett egy bevándorlás ellenes kormány Olaszországban, és hip-hop pár hét, pár hónap alatt szinte minimálisra csökkent az odérkezett illegális bevándorlóknak a száma. Áttevődött ez a forgalom Spanyolországba, ott láttuk, volt egy kisebbségi baloldali kormány, aki szintén beengedte az illegális bevándorlókat. Most ott ugye megbukott ez a kisebbségi kormány, és ott is lesz majd nagy valószínűséggel egy bevándorlás ellenes jobboldali kormány. Tehát az látszik, hogy míg Brüsszel igazából nem tesz semmit, csak ösztönzi a migrációt az ilyen intézkedésekkel, ezzel párhuzamosan a nemzetállamok tudnak hatékonyan cselekedni az illegális bevándorlással szemben. Kizárólag ezt tapasztaltuk az elmúlt 4 évben. Erről szólt a magyar kormánynak is a bevándorlás politikája. 2015-16-ban Brüsszelre várhattunk volna, akkor Magyarországot is ellepték volna az illegális bevándorlók, kizárólag a déli határkerítések a megépítésével és egy hatékony jogrendszernek a megalkotásával lehetett megvédeni a migránsoktól Magyarországot. Rengetegszer beszéltünk már róla az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy az EP választáson majd a migrációhoz vagy annak kezeléséhez való viszonyulás lesz a döntő a választópolgárok számára. De egy dologról nem szoktunk beszélni. Jelesül arról, hogy a politika tette kampány témává a migrációt, vagy a politika idézőjelben véve persze csak reagált a folyamatokra. Ez abból a szempontból nem mindegy, hogy az emberek mennyire érzik sajátjuknak ezt a kérdést? Itt Magyarországon sajátjuknak érzik, azért, mert a politika nyíltan beszélt róla. Tehát nem igyekezett ezt elfedni, vagy egy pozitív jó dolognak beállítani, ugye, ahogy mondjuk Németországban 2015-től mostanáig 270 ezer bűncselekményt követtek el a migránsok, ez a legújabb BK, tehát a Szövetségi Nyomozóhivatalnak az adata, hanem itt beszéltek róla, itt volt nemzeti konzultáció, itt volt népszavazás, és igazából reagált a kormány is, ugye legyen az a nemzeti konzultáció, legyen az a plakátkampány, ugye, ami miatt most itt Brüsszel elég élesen támad miatt, hogy kérjünk bocsánatot, holott nem tudom, Bajer Zsoltot tudnám csak idézni, aki azt mondta, hogy igazából Brüsszelnek kellene, vagy Junckernek bocsánatot kérni tőlünk, meg egész Európától azért, hogy tönkreteszi Európát, hogy igazából Sorossal sokkal többet tárgyal, mint a nemzetállamok vezetőivel, akik valóban szeretnének egy komoly határvédelmet. Tehát ilyen gondok vannak, de igazából mind a kettő egy kicsit nemzetközi szinten generálta egymást, hogy most melyik volt előbb a tyúk, vagy a tojás, a migráció, vagy a politika. Igazából csak
másképp reagáltunk rá. Azt hiszem, itt a V4-ekben mi voltunk az elsők, akik úgy reagáltunk, hogy megmutattuk a migrációnak igazából a valódi arcát, megmutattuk nem csak a puzzle-nek egy darabját, hogy jaj, szegény menekültek jönnek, hanem mi lesz ebből az áradatból, milyen demográfiai eltolódás, mi lesz ennek az anyagi vonzata. Akkor még ugye jött egy Brexit is, amiben részben közrejátszott ugye mind Junckernek a személye, mind pedig a migráció. Tehát nagyon-nagyon sok komponense van, de azt hiszem, ez kétféleképpen kezelte Európának a két oldala. Tehát itt azt mondom, Közép-Kelet-Európában sokkal egészségesebben nyíltan diskurálva, tehát beszélve, tehát a politikusok megkérdezték ugye az embereket. Németországban még látjuk, Merkel azt mondta, a kancler Zache, tehát ez a kancellárnak a dolga, ráerőszakolta ezt a másfél millió embert a lakosságra. Skandináviában szinte ugyanaz történt, ott pedig ilyen schönreden, tehát így széppé becézték a migrációt, hogy ez egy milyen jó dolog, milyen pozitív dolog. Csak látjuk, mondjuk tavaly ott volt 7500 megerőszakolt svéd nő, tehát igazából ott a hazugságra építették fel a kampányt. Itt nálunk pedig igazából arra, hogy beszéljünk róla, és hogy bemutassuk a valódi veszélyt. Tehát ez volt az óriási különbség. De nem Magyarországon fog eldőlni az Európai Parlament összetétele. Igen, nagyon fontos, hogy beszédtéma, tehát Nyugat-Európában is beszédtéma a migráció, csak ott ugye azért beszédtéma, mert napi, hétköznapi szinten találkoznak ezekkel a veszélyekkel, amelyekről beszéltünk, tehát a bűncselekmények számának növekedése, terrorfenyegetettségnek a növekedése, ők tényleg a bőrükön tapasztalják azt minden nap, hogy ez mekkora veszélyt jelent, és ők ezért foglalkoznak ezzel a témával, és ezért lesz majd Nyugat-Európában is komoly változás ezen az Európai Parlament választáson, és itt Kelet-Európában pedig azért beszélnek róla, mert nem akarják azt, amit Nyugat-Európában láthatunk, és ezért van a kötelező kvótáról is fontosan vita. Ugye Nyugat-Európa, Olaszország is támogatja a kötelező kvótákat, azért, mert meg akarnak szabadulni a migránsoktól, míg mi azért ellenezzük, mert nem akarjuk ezt a problémát idehozni. Tehát ez egy ilyen feloldhatatlan konfliktus, amelynek csak akkor lehet vége, hogyha Nyugat-Európában is a kitoloncolásokat felerősítik, meggyorsítják, és az Európai Parlamentben majd az Európai Bizottságban jelentősen átalakul az összetétel, más széljárás lesz. Erre most jelen pillanatban van esély, de ehhez tényleg az kell, hogy Európa szerte felmérjék a választópolgárok azt, hogy itt mi a tétje ennek a választásnak, és hogy mit kell mérlegelni, és hogy minden egyes országban a bevándorlás legyen a fókuszban. Azt mondja az Európai Bizottság szóvivője, Margaret Skinner, hogyha az új kampány, az új plakátkampány az első alelnököt, Franz Timmermanst veszi célba, akkor arra is reagálni fognak. Ugye a helyzet az azért pikáns, mert Timmermans az európai szocialisták csúcsjelöltje. Tehát, hogyha Ebili minőségében veszi célba a kampány, akkor azzal elvileg az Európai Bizottságnak nem lehet dolga. Nem, ez egy kampány igazából. Csak mondjuk nagyon érdekes Timmermansnak a személy, ugye, amikor itt beállt a baloldal mögé. Tehát a baloldal mögé, ahol ott van egy jobbik, ugye egy nyíltan antiszemita, neonáci párt, aki megpróbál most oda dörgölőzni igazából a régi, azt mondom, posztkommunista erőhöz, hogy ezzel próbáljon magának szövetségeseket találni, hogy valamilyen formában, hát ha nem is hatalomra jusson, arra nincs szansz, de legalább egy szeletet a hatalom tortából utána le tudjon vágni, nem fog, mert szanszuk sincs, tehát remélhetőleg tényleg nem. De az az ember, azt mondom, hogy ezzel, nem tudom, igazából a saját szocialista, saját baloldali politikáját is lábbal tiporta, hogyha ilyen emberekkel tárgyal, akik baloldalinak vallják magukat, szocialistáknak vagy szociáldemokratáknak, ne adj Isten, és összeállnak mondjuk egy jobbikkal, összeállnak az LMP-vel, tehát igazából mindegy, neki csak hatalom éhesek, de valóban nem is tudnak felmutatni egy baloldali konstruktív politikát, nem tudnak egy utat mutatni a baloldali választóknak sem, hiszen ugye kampány van már igazából az EP-t illetőleg. De mit mondanak azon kívül, hogy támadják ugye Orbán Viktor, támadják Magyarország kormányát, nincs semmilyen pártprogramjuk, amire azt mondaná bármelyik baloldali szavazó is, hogy jaj, ez érdekes, ott inkább a személyek miatt, akik kötődnek mondjuk egy Gyurcsányhoz, azok, akik még rájuk fognak szavazni. De akkor nagyjából fél perc maradt. Ez nagyon fontos, hogy a tájékoztató kampány mellett ugye most ugye indul a kampány, a pártoknak is lesz lehetőség arra, hogy plakátoljanak, kampányoljanak, és tényleg mindenki kíváncsian várja, hogy a baliberális oldal és a Jobbik mit fog majd mondani ebben az LP választásban. Egyedül eddig a DK-nak van egy világos álláspontja, Európai Egyesült Államok és egyetlen egy bevándorláspárti álláspont, majd a többi ellenzéki párt is megmutathatja, hogy ők csatlakoznak ehhez a táborhoz, vagy korrigálnak a korábbi álláspontjukon. Köszönöm szépen az uraknak, hogy elfogadták a meghívásunkat, ez volt a Szemtől Szembe. Következik Németh Balázs előbb a híradó ajánlójával, majd pedig 18 órától a részletes hír összefoglalóval. Ezzel bele is kezdünk majd a ma estébe, amelybe újabb vendégek érkeznek, újabb témákban. Maradjanak az M1-jel.